Köszöntöm kedves nézőinket, Alexandra Manéa vagyok. Önök a Kultúrszoba című magazinunkat látják. A következő témákkal készültünk. Emberek a történelemben, Schwab-keringő. A 40 napos böjt, testi-lelki megtisztulás időszaka. VIP galéria, Wushing Ibolya kiállítása. Az arctalanná vált átlagemberek. A Schwab-keringő című filmvetítésén és a Menschen in der Geschichte, azaz Emberek a történelemben című tanulmánykötet bemutatásán jártunk a Mözsi Művelődési Házban. Az 53 perces film a magyarországi németek második világháború utáni Malenki robotra hurcolását és kitelepítését dolgozza fel az érintettekkel, illetve családtagjaikkal folytatott beszélgetések formájában. Ennek a filmnek ugye az az egyik érdekessége, hogy legalább 15 éve forgattuk, kezdtük el a forgatást. És ez meg is adta az eredetiségét, mert olyanokkal tudtunk beszélgetni, akik részesei voltak ennek a történelmi eseménynek. És ugye a filmnek két célja volt, egyrészt ezt az eseményt, ami eléggé titkolt volt, nagyon sokáig Magyarországon. Ezt megismertessük, nem a német nemzetiségű emberekkel, hanem mindenkivel, tehát egy szélesebb réteggel. Mert mi a történelem tanulásunk során erről nem tanultunk soha, és ráadásul, mikor a filmet elkezdtük forgatni, akkor sem volt egy ilyen kedves téma. Ez abban derült ki, hogy mi nem kaptunk támogatást még akkor. Na most ezt saját támogatás nélkül kezdtük el ezeket az interjúkat fölvenni, ez a téma érdekelt minket. Mi nem vagyunk, tehát a filmkészítői nem német nemzetiségűek. És talán ez is ad egy saját szemszöget ennek a filmnek, mert egy kicsit jobban ráláttunk erre az eseményre, és arra is ráláttunk, hogy az emberekben a mai napig, tehát a német nemzetiségű emberekben a mai napig ez benne él. Van egy nagyon szomorú aktualitása. Szerintem. Mert annak idején ugye egy népet bűnösnek találtak egy háború során, amiről nem a falvakban élő emberek, közösségek tehettek, hanem a politika tette velük ezt. És ez vetődött föl bennem napjainkban, hogy a mai nap ugye háború van itt Ukrajnában. Itt is több nemzetiség van. És akkor, ha vége lesz, akkor ugyanilyen dolgok megismétlődnek? Tehát ez egy nagyon, nagyon szomorú dolog, hogyha így lenne. Nem vagyok optimista egyébként. Olyan beszédek vannak a filmben az interjú alanyok részéről, ami egy kicsit felszabadítja azokat az embereket, akik ezt titkolták annak idején. Ez nagyon sokáig nem mertek róla beszélni. És nekünk is nagyon nagy energiákat vett igénybe, hogy megszólaltassuk az embereket. Az anyanyelv az identitás egyik legmeghatározóbb alapköve. Ha ezt az egyén valamilyen oknál fogva lecseréli, az nagy valószínűséggel belső vívódáshoz, nemzet és önazonossági zavarokhoz vezet. Sokáig nem tanították a gyerekeket németül ezekbe a német nemzetiségű és sváb falvakba. És nem is beszéltek ezekről a dolgokról. Tehát az, hogy ilyen filmek most már egyre több, hát olyan sok nincsen, de azért egyre több ilyen film elkészül, ennek szerintem óriási szerepe van, de nem csak a német nemzetiségű emberek számára. Ez mindenki számára jó lenne, hogyha ebbe belegondolnánk, hogy is van ez, hogy ugye a politika felhasznál egy közösséget arra, hogy támogassa őt, és
a végén tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ők viszik el a balhét. A rendező szerint ezt a filmet érdemes lenne középiskolásoknak vetíteni, hogy leszűrhessék tanulságát. Ebben a filmben nekünk nem az volt a célunk most, hogy mint ahogy mondtam, hogy a német nemzetiségnek szóljunk, tehát nem egy ilyen exkluzív német filmet akartunk csinálni, hanem főleg a magyar közönségnek készítettük, hogy értsék meg ezt a történetet. Klein Ágnes és Huszár Zoltán által készített Menschen in der Geschichte című tanulmánykötetéről beszélgettünk, hogy hogyan jött az ötlet és mi volt a motiváció. Az eredeti ötlet az egy nagyon kedves német kollégámtól van, egy tanárképző főiskolán dolgozik, és tulajdonképpen neki volt egy nagyon fontos élménye, egy behívott diákokkal dolgozott, és egy a kurzusra behívott első világháborúról beszélő idős ember pont előtte nap meghalt. És neki nagyon fontos volt az, hogy ezeket az ismereteket, ezt a tudást, meg ezeket a tapasztalatokat tehát, hogy ennek a felgyűjtése megtörténjen, hogy ne tűnjön el. Ezek olyan tapasztalatok világháborúról, egyáltalán gyereknevelésről, életről, amik nagyon fontosak, hiszen ha ezek az emberek nincsenek, akkor nincs kitől megkérdezni. Történészek ugyan feldolgozták már ezt az időszakot az úgymond nagy politika alapján, Klein Ágnesék más szempontok alapján gyűjtöttek anyagot. Nekünk inkább az volt a fontos, hogy ezt egy vidéki környezetben, egy úgymond hétköznapi átlagember hogyan élte meg. Tehát ezek, amit eldöntött a nagy politika, ez hogyan csapódott le, hogyan vonult végig az egyszerű emberek életén. Az interjú alanyok maguk döntöttek arról, hogy népük kálváriájában miről kívánnak nyilatkozni. Akit mindenki eldönthette, hogy mi. Tehát volt, aki a kitelepítést választott, és azt mondta, hogy csak ezt. Volt, aki például a Málenki robotot választott, és azt mondta, hogy csak erről szeretne írni. És volt olyan, aki tulajdonképpen dokumentumok alapján az egész családja élettörténetét igyekezett belezsúfolni ebbe a pár oldalba, amit mi rendelkezésre tudtunk bocsátani. Viszont itt akkor őt megkértük, hogy őket, hogy mindenféleképpen dokumentumokkal, kordokumentumokkal és fotókkal tegyék meg, mert néha egy fotó sokkal árulkodóbb, mint nagyon-nagyon sok. Számomra egyfelől az volt a fontos, hogy ezeket rögzítsük. Ugyanis itt nagyon idős emberekről van szó, ugye, ha csak egy picit visszagondolunk, tehát ezek a 30-as, 40-es évek, tehát lassan 80-90 éves ember. Tehát, hogyha most nem kérdezzük meg, akkor ezt mi már nem tudjuk megkérdezni, és nem tudjuk, hogy hogyan éltek, mit éltek meg, ez nekik milyen érzés volt. Ezek mindenféleképpen szubjektív történetek, szubjektív szempontból elmesélve. Tehát az, hogy neki ez milyen trauma volt, fölkelni éjszaka, és utána menekülni kellett, ezt senki más nem fogja tudni elmondani, csak az, aki megélte. Ez az egyik. A másik, én úgy gondolom egyébként fiataloknál is, hogy ez egy fiatalt sokkal jobban megfog, mint hogyha például egy történelmek könyv oldalán leírja azt, hogy 1945-ben mondjuk ekkor ez történt, 1938-ban Hitler ezt mondta. Tehát sokkal, sokkal közelebb állhat hozzá, főleg azért, mert például a saját családja és mondjuk például részese vagy elszenvedője lehetett. És hát a nem titkolt dolog az, hogy hát én szerintem ezt senki közülünk nem akarja átélni, senki közülünk ilyet még egyszer nem akar végigcsinálni. A keresztény egyház legnagyobb ünnepét 40 napos testi-lelki megtisztulás időszaka előzi meg, mely nagypénteken fejeződik be. A Vosinszky-Mór megyei múzeum néprajzkutatójával, Fuchs Mártával beszélgettünk a Nagyböjtről. Hamvazó szerdával zárul a farsangi vigadalom időszaka, Magyarország egyes tájegységein ez egy nappal tolódik a torkos vagy zabálos csütörtökig, amikor a farsangról megmaradt ételeket elfogyasztják. A nagybőjt időszaka, ami ugye Hamvazó szerdán indul el, az 2024-ben február 14-e volt, és egészen nagypéntekig, tehát a húsvétnek a nagypéntekéig tart. Ugye azért azt tudni kell, vagy érdemes, hogy a húsvét maga egy változó ünnep, tehát azt mind mindenkori napi egyenlőséget követő holtölte utáni első vasárnap, a húsvét vasárnap, és innen számolják vissza a 46 napot,
a teljes 46 napot, hétfőtől péntekig, és így kapjuk meg ugye Hamvazó Szerdát. Mit jelent végülis, mit is élünk meg a böjt alatt? Maga a böjt, nagy böjt, illetve ez nagyon szorosan összetartozik a húsvéti ünnephez, az egyházi, keresztény egyházi liturgiának, ez legyen akár ortodox, a keleti, a görögkatolikus, a bármelyik reformált egyháznak is az egyik legszigorúbb és legnagyobb sátoros ünnepe a húsvét, a karácsony, illetve a pünkösd mellett. Amit ugye a farsang időszakát, a világi szokások, ezt a 40 napot és a húsvét idejét egyértelműen a keresztény szokások, szokáshagyományok határozzák meg. A nagyböjtben, tehát a nagyböjti időszakban két nagyon fontos dologra emlékezünk. Az egyik a valláshoz kapcsolódóan Krisztusnak a 40 napos böjtölése, mielőtt elkezdte a tanítását, megindult ugye Krisztus a tanításával, illetve a másik konkrétan Krisztus kereszt halálára emlékezünk meg mi is egy kicsit az ezzel való megtisztulással és szenvedéssel. Krisztus halála után elérkezik a hús ismételt magunkhoz vétele, vagyis a húsvét. Nagyböjtnek is, mint szokásnak, nagyon sok változata volt, illetve történelmi rétege volt. Ehhez nem csak tehát a vallásban, a vallás gyakorlása mentén a lelki megtisztulás, a fizikai böjtöléssel pedig egyfajta testi megtisztulás is megtörténik. Az írott forrásokból tudjuk, hogy a nagy böjtöt, vagy a böjtölésnek a szokását a 4. századtól gyakorolták már az ős keresztény egyházban, és 1071 után II. Orbán pápa volt, aki kötelezően és szigorúan bevezette ezt a 40 napos nagy böjtöt. Alapvetően a kor embere, a középkori kor embere, ez a nagy böjt azt jelentette, ezt a szigorú böjtöt, hogy naponta általában egyszer étkeztek, ez vagy az ebédi étkezést jelent, vagy pedig a napnyugta utáni étkezés. Tehát egy étkezést vettek magukhoz az emberek, ami a 18. században enyhült egy kicsit, akkor áttértek a napi kétszeri étkezésre. A böjtnek a szigorúságát az is mutatja, hogy kifejezetten kenyeret, vizet fogyasztottak, illetve különböző gabona ételeket. Tehát itt kása ételekről van szó, amit zsír nélkül készítettek el, tehát gabona magvakat, búzát, árpát, zabkását fogyasztottak, zöldséget lehetett hozzá enni, különböző gyümölcsöket, és az állati tejtermékek, tehát a túrót, a sajtot, a tejet, ilyet semmit nem fogyasztottak, illetve a tojástól is tartózkodtak. Ez a mai napig a két szigorú böjti nap, a Hamvazó Szerdára és a nagypéntekre, ez a mai napig is megmaradt. Halétel volt még egy kivétel, tehát ugye a vízben élő állatoknak a halétele, és az itteni sárközben ugye a Duna mellett élőknek a hal az egy a réti csíknak a fogyasztása, tehát a halételek fogyasztása, illetve a visszabályozás előtti halászat óriási méreteket töltött. Tudjuk, hogy Mátyás korában akár vizával Európát a Magyarország látja el hallal, ami utána végül is kipusztul a Duna folyása mellett, de a halnak a szállítása, a halkereskedelme a böjti napok miatt egy nagyon nagy fokú bevételi forrást jelentette az egyház, illetve az uradalmi birtokoknak. Tehát a hal volt mellette még a böjti ételhez elfogadott táplálék, amit magunkhoz lehetett venni. Szintén fontos, hogy a böjtölés, még akár a középkor alatt a szigorú böjtnél is voltak kivételek, és ettől mindenki tudta, és el is tértek tőle. Tehát a nagyon időseket, a betegeket, a nagyon komoly fizikai, kemény fizikai munkát végzők, a gyermekek, a terhes nők, ezek mindig kivételt képeztek a böjtölés szigorúsága alól. 1966 óta enyhültek a böjti szokások, mely szerint naponta kétszeri étkezés alkalmával nem szabad jól, és egyszer pedig jól lehet lakni. Nagyböjti időszaknak ugye egyrészt az étkezések mellett egy nagyon komoly bűnbánati, lelki megtisztulása szerepe is van, és ennek is a 4.-5. század
attól tudjuk, hogy ez összekapcsolódik azzal is, hogy a nyilvános bűnbocsánat kérés ebben az időszakban történik meg. Azt lehet mondani, hogy a korabeli társadalom, akár már a régebbi, az ókori, vagy a negyedik századi ősegyházi társadalomban is, ha valaki olyan főben járó bűnt követett el, akár valami fajta gyilkosságot, az egyik legnagyobb bűn az az eretnekek voltak, ugye a hittagadók, a más házastársával együtt élők, tehát a házastársi megcsalás is egy ilyen főbenjáró bűnnek számított, és ha ez kiderült, akkor ennek nyilvános bűnvallásának kellett lennie. Ezt nyilvános bűnbocsánatot kellett ezekért a főbenjáró bűnökért kérni és kapni, és vezekelni érte. Alapvetően mind a világi, mind pedig az egyházi bíróság kimondhatta ezeket a vezekléseket. Nagyon gyakori volt, hogy a hanvazó szerdától a mai napig, ugye ezt nevezzük, miért nevezzük hanvazó szerdának, hanvaszkodnak a hívek. Általában az előző virágvasárnapi barkát égetik el a templomban, és ezzel rajzolnak keresztet a hívők homlokára. A nagy bűnösöket, főleg a férfiakat nagy zarándokútra küldték el. Annak a misztériumára készülünk föl, annak a fájdalmát akarjuk átélni, amit Krisztus átélt a kereszt halála előtt, és ennek a misztériumnak, annak az örömét kapjuk meg utána, ami magával a feltámadás örömével számunkra is eljön. Szintén a közösség számára fontos volt tehát nem csak a testi-lelki megtisztulást jelenti tulajdonképpen a nagybőjt, hanem hozzátartozott az is, hogy ebben az időszakban a nemi élettől teljes mértékben távol tartották magukat az emberek. Tehát amit a farsang alatt főleg egy ilyen elszabadult erkölcsök jellemeztek, azt ebben a nagy bőjti időszakban a házastársi szexualitástól is távol kellett magukat tartani. Továbbá a közösségek nem tarthattak lakodalmakat, ünnepségeket, tehát mindenfajta vigadalomnak a megvonása, társadalmi, közösségi, egyházi megvonása is élt ebben a nagybőti időszakban. Ennek következménye nagyon jól megfigyelhető például a gyermekáldások számában. Az évszázadok alatt a kultúra folyamatosan változó, ahogy a nagybőj szokásai is állandó változásban vannak. A Tolna vármegyei SC Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképző iskola a harmadik kiállításán Wushing Ibolya festőművész kiállításai láthatóak. Ki kíváncsi rá, az nézze meg, mert egy kép az többet mond ezer szónál. És igazán látni kellene azt a világot, ami Wushing Ibolyai világa, és ezt a világot azt hiszem, hogy az ő dekoratív színes képei nagyon jól jellemzik. A művészet az érzelmek és gondolatok széles spektrumát közvetítheti, így az emberi tapasztalatok továbbadásának alapvető eszköze. Az egyik fő célja az, hogy elkápráztasson, szórakoztasson, vagy éppen megdöbbentsen minket. Hát vagy mindent, vagy semmit. Van, aki ezért él, van, aki ebben él, egyre kevesebben élnek belőle, és egyre többen élnek abból, amit művészetnek csúfolnak. És gondolom, hogy a barlangrajzok óta a művészet az egy olyan üzenetközvetítő eszköz, amellyel az előző korok, vagy a jelenkor a saját kortársainak, vagy a késő utódoknak üzen valamit. A mi dolgunk az, hogy ezt megpróbáljuk fölfejteni, megérteni, ha kell, akkor azonosulni vele, ha nem tudunk vele azonosulni, akkor pedig elengedni. Itt csupa olyan közösségi alkalom van a képeken, amelyeknek az itt tanuló diákok is részesei lehetnek majd vendéglátósként. Tehát nekik azt kellene ebből leszűrni, hogy hol, hova, hogyan tudnak csatlakozni vendéglátósként ahhoz, hogy az ember, aki az ő rendezvényükön, vagy az ő munkahelyükön, az ő munkájuk során találkozik a másik emberrel, az miként fog majd boldogulni és boldogulhatni a világban. Nagyon örülünk annak, hogy ez megvalósulhatott. Biszák László közreműködésével Wushing Ibolya alkotót hívtuk meg a mai napra. A gyerekek körében nagyon népszerű a kiállítás, az előző kettő is. Vannak látogatóink, külsős emberek is
figyelgetik a képeket, és nagyon örülünk annak, hogy egy élénk színfoltja az iskolának is, illetve a közösségi média oldalainkon is nagyon sok a hozzászólás és a komment a képek alá. A kiállítást azt március végéig tudják kivételesen megtekinteni, sokkal hosszabb időt szoktunk hagyni erre a kiállításra. Azért lesz csak március, mert április 8-ától a jubileumi ünnepség hetünket kezdjük meg, és akkor a volt diákjaink és a tanárainknak kiállítását fogják látni majd a nagy közönség. 12 éve vesz ecsetet a kezébe, festményeit egyedi ábrázolásmód jellemzi, a színekre helyezi a hangsúlyt, valamint egy kiragadott pillanatot, hangulatot illusztrál. Mindegyik képen elrejtett egy macskát, amelynek keresése népszerű a látogatók körében. Korábban egy jó pár évvel ezelőtt az egyik képemről lemaradt, és akkor szóvá tették ezt a, hát az ismerőseim, hogy hol van, hol, te nem találom a macskát. És akkor jöttem el, hogy hát hogy elvárják már, hogy macskát tegyek a képre, hogy onnantól kezdve az összes képen. Azt is kijavítottam, amin hiányolták, és akkor azóta mindegyiken van. És igazából, ahol jól mutat, vagy van olyan téma, ahol nem lenne jó, ha hivalkodó lenne, akkor inkább elrejtem, akár egy ilyen ruha redőbe, hogy úgy kell megkeresni, tényleg kutatni kell, hogy hol is van a macska a képen. De van, hogy egy medálra rakom rá, vagy hogy eleve ott van az élő macska, mármint hogy a festett macska a képen. A legújabb képeimet már olajjal készítem, régebben akrillal festettem, de az olajnak sokkal tehetebb színei vannak, és akkor, mivel nagyon szerettem az erős, meghatározó színeket, akkor inkább ezt választottam, és aztán ezen az úton is fogok maradni. Hát a férfinak kapcsolatot szeretem leginkább ábrázolni, tehát én szerintem az őszinte érzelmeket, ami még egy kicsit a szenvedélybe is átnyúlik, tehát ezeket szeretném átadni. Mentorom fogalmazta azt meg, vagy hát mondta, hogy szerint a pop art stílusra hasonlít, de ilyen nincs, ez egy ilyen, ilyen kreálmány. De talán a pop arthoz, vagy a régi ilyen mozifilmeknek a plakátjaihoz hasonlít. Több mint két évtized emlékezünk meg a kommunizmus áldozatairól. Ezúttal Katona Csaba tartott előadást ennek alkalmából a Szekszárdi Kulturális Központban. Katona Csaba történészhez méltóan a Mi értekre kereste a választ tények és értelmezések című előadásában. Amikor a kommunizmus áldozatainak az emléknapjáról beszélgetünk, akkor nagyon sokszor az ezzel foglalkozó emberek számháborúkba bonyolódnak, elővesznek különféle adatokat, hogy hány ember esett ennek áldozatul, de igazából talán az elején még azt se tisztázzák, hogy mit nevezünk áldozatnak. Azt te, akit megöltek, azt te, akinek életszóló trauma ért, mondjuk azért, mert az édesapját elhurcolták. Szóval nagyon-nagyon sokféle dolgot lehet ezzel kapcsolatban elmondani, amiről úgy gondolom, hogy elsőre talán egyértelműnek tűnik, de ha az ember jobban megnézi, akkor kiderül, hogy jobban megnézve nagyon is összetett dologról beszélünk. Elmondása szerint mindegy, hogy milyen ideológia mentén beszélünk tragédiáról, a cél annak felkutatása, hogyan is történhetett meg az, ami megtörtént. Én a magam részéről minden olyan embert áldozatnak nevezek, akit valamilyen módon érintettek azok a cselekmények, amik tönkretettek egy családot, vagy akár egy egyéni életet. Tehát áldozat az, akit megöltek, áldozat az, akinek tönkretették az életét, mondjuk azáltal, hogy nem engedték tovább tanulni a gyermekeit, azáltal, hogy apa vagy anya nélkül nőtt föl, azáltal, hogy magával hurcolta azt a családi traumát, hogy mondjuk árulónak vagy rendszerellenesnek nevezték a édesapját vagy a nagypapáját. Bár a számháborút nem kedveli, érdemes talán megjegyezni, hogy a hagyományos értelemben vett, tehát elmúlt kommunista diktatúrák áldozatainak számát 100 millióra becsülik. Ez, mint azt a történész is megosztotta, tágabb értelemben a mai napig gyarapodik. Onnan nézve, ahol én vagyok, azt gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy az áldozatokat, akiket az élete tönkre ment, azt milyen eszmejegyében tették tönkre. Itt most a kommunizmus terror áldozatairól emlékezünk meg, vagy a kommunizmus áldozatairól emlékezünk meg, de ugyanez a helyzet a holokauszt áldozataival is. Azért emlékezünk egyrészt, hogy ne történjen meg soha többet, és azért, mert ha már meg nem történt, nem lehet tenni azt, ami volt, legalább tisztelettel adózunk az áldozatok emléke előtt. Isten veled, hazánk, Tolna megyében, nem mondok ezzel semmi újat, a svábok kitelepítésére utaltam. Amikor tehát megint csak egy magasabb eszmerendszer jegyébe, micsoda igazságos, csodálatos társadalmat építünk, kollektív bűnösnek minősítettek minden magyarországi németet, mondván, hogy ők náci fasizták, és ezért el kell innen takarodni.
Előadásában fontos szerepet kapott az eszme mindent felülíró szerepe, az egyén önmagával való szembefordulása, hagyományos elveinek eldobása valami új és nagyobb elv kiszolgálásáért. Vagyis a realitás tükrétől elfordult egyén önámítása, mely bekövetkeztekor az ember elveszti emberi értékeit és mi voltját. A tények azok nyilván arról fognak szólni, hogy megpróbálom felsorolni, hogy mit történt, mondjuk amióta a kommunizmus úgymond hatalomra jutott a Szovjetunióban először, aztán pedig Közép-Kelet-Európa, illetve Ázsia több országában. Ennek nyomán pedig megpróbálom értelmezni és elmondani a áldozat, illetve a tettes fogalmát is, hiszen ne felejtsük el, sajnos olyan is előfordul, ez nem a hollywoodi filmek világa, hogy valaki egyszerre tettes és egyszerre áldozat. Én rendkívül igazságtalan társadalom volt a 19. századi társadalom, a feudális alapú társadalom. A rendezvényen a kommunizmus egész ideológiája és annak megvalósítása is terítékre került, a feudális berendezkedés igazságtalanságától, a Sztálin által megrendelt merényletek sokaságáig. Számos ember életét vették el, vagy tették tönkre. Rengeteg ilyen van. Ilyen volt a nagy francia forradalom eszmerendszere, ilyen volt a kereszténység is, szóval igazából majdnem, hogy mindegyik. Volt egy nagyon kiváló szlovákiai magyar író, Rendel Lajos sajnos pár évvel ezelőtt meghalt, és neki volt egy olyan gondolata még a 80-as években, hogyha valaki túlzottan komolyan magáévá tesz egy eszmerendszert, és azonosul vele, akkor annak nevében a legnagyobb az emberségekre is képes lesz, anélkül lelki furdalása lenne, mert meggyőzi magát, hogy a nagyobb jót szolgálja, és szükségszerű áldozat az, aki az útjában áll ennek, és az ilyen ember a saját legfontosabb érdekeitől és értékeitől távolodik el. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Önök a Tolnatáj Televízió Kultúrszoba című magazinját látták. Viszontlátásra!